Ez az a kutyafuttató, ami ellen tiltakoznak a közeli társasház lakói a pécsi Móricz Zsigmond téren. Szerintük túl közel alakították ki a lakóhelyükhöz, ami zavarja az itt élőket. Ez már a pécsi városház előtti tér. Két lakástulajdonos és a terület fideszes önkormányzati képviselője jött petícióval a jegyzőhöz a kutyafuttató miatt. Nem magát a kutyafuttató létesítését ellenzik, elismerik, hogy ez egy valós szükséglet, ugyanakkor azt szeretnék, hogyha mindez úgy létesülne és úgy működne, hogy az ő mindennapjaikat, az ő jó közérzetüket, az ő korábban megszokott életüket nem borítaná fel és nem zavarná. Na azt gondolom, hogy ez egy jogos igény. Ennek tükrében szólaltam föl múlt decemberben a közgyűlésben, és ahol lényegében polgármester úr egy semmit mondó választ adott. Ezért aláírásgyűjtésbe kezdtek a lakók. A 38 lakástulajdonosnak a többsége aláírta a petíciót, hogy helyezzék messzebb a lakóházuktól a létesítményt. Ha ezt nem teszi meg az önkormányzat, akkor más fórumon viszik tovább az ügyet, mondja a képviselő. Ha az önkormányzat továbbra is elzárkózik attól, hogy a lakók kérését figyelembe vegye, akkor felmerül annak a lehetősége, hogy a lakók egy perközösséget alakítanak, és kártérítést követelnek az ingatlanok értékcsökkenése, illetve az őket érő egyéb károk miatt az önkormányzattól, valamint birtokvédelmi eljárást is kezdeményezhetnek. Ezután a tulajdonosok és a képviselő a jegyző irodájába mentek, hogy átadják a petíciójukat. Információink szerint Pécs jegyzője azt mondta a megbeszélés után, hogy jogos a kérés, de kér egy hónapot az önkormányzat az ügy kivizsgálására. Mint ismert, 2020. októberében, novemberében a lakók megkérdezése nélkül alakította ki a kutyafuttatót a terület DK-s képviselője 300 000 forintból.